Kérem szépen, kedves nézőink, folytatjuk a pirkadatot. Vendégem Galba Deák Ádám, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom zuglói jelöltje? Így van, nagyon jól mondta, és köszönöm, hogy jól mondta a pártunk nevét is. Igen, múltkor beleakadt a nyelvem, itt volt Szanyi Tibor, és Pál Éva, azt hiszem akkor is beleakadt a nyelvem, de akkor ez még korán reggel. Nem direkt csináltuk ilyen nyelvtörösre, hogy ugye ez az első. Arra vagyok kíváncsi, hogy akkor jól tudom, önállóan fognak indulni. Tehát nem vesznek részt az előválasztási akármiben, nem tudom, hogyan nevezzem. Így van, tehát egyrészt mi is deklaráltuk, hogy önállóan indulunk, illetve ez a hat párt, ugye ez az összefogás, vagy hatos fogata, hogy mi szoktuk nevezni, ők decemberben deklarálták, hogy senki más nem várnak szívesen, esetleg civileket, de azoknak is ugye el kell döntenie, hogy melyik frakcióba fognak beülni. Mi ezt nem szeretnénk, mi szeretnénk egy radikális, baloldali, szocialista alternatívát megmutatni a választóknak, és éppen ezért fogunk önállóan elindulni. Jó, akkor azt szeretném tudni, hogy akkor még az is előfordulhat, hogy hát most ugye olyan jelölteket lehet hallani Zuglóban, az összefogás előválasztásán, akik bár ugyan azt mondják az összefogás pártjai, hogy a vesztesnek illik támogatni, nem illik kötelező támogatni a győztes, mégis olybá tűnik nekem, hogy kioldhatják egymást. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez a támogatás az előválasztás után meg fog valósulni, hogy akkor ilyen nevető harmadikként, nevető másodikként befuthatnak? Hát Zugló abban a szerencsés helyzetben van, vagy a mi szempontunkból szerencsés, hogy gyakorlatilag mindig egy baloldali, balliberális fellegvár volt, tehát az elmúlt 30 évben emlékeim szerint két ciklusban volt fideszes országgyűlési képviselő, tehát a zuglóiak gyakorlatilag nem veszthetnek. Vagy a hatos fogat jelöltje fog befutni, vagy én, de nagyon reméljük, hogy 100%, hogy ugyanúgy baloldali, balliberális kézben marad ez a kerület, választókerület. És mivel áll a zuglóiak elé? Tehát mi az, amit ígérni tud, és a másik, nem, először essünk ezen túl, aztán majd megnézzük. Jó, ugye ez kettős megközelítést szoktam alkalmazni, hiszen ugye ez nem egy önkormányzati képviselő vagy polgármester választás, hanem országgyűlési képviselőket választunk. Tehát egyszer az zuglóiaknak van három ígéretem első körben, tehát a legfontosabb ugye ott a panelprogramok, panelrehabilitáció folytatása, illetve számos devizahiteles megsegítése, illetve szerintem az egyik legnagyobb évtizedes elmaradás az a mexikói út környékének a rendezése. Ezek a helyi ügyek, de ugye az országgyűlési képviselő a nagyobb képet nézi, tehát majd mi fogunk dönteni, az országgyűlési képviselők döntenek a nyugdíjról, ami ugyanúgy érvényes egy zuglóira vagy egy csongrádi lakosra. Az országgyűlési képviselő dönt ugye ha valaki elveszti az állását, és utána mennyi ideig kapja ugye az álláskeresési járadékot. Tehát, hogy igazából ami országosan jó, vagy országosan jó döntést hozunk, az ugyanúgy a zuglóiakra is érvényes. Tehát én szeretnék majd egy helyi kampányt is, illetve a pártommal, az ISZOM-mal együtt az országos képet is felfesteni, vagy egy víziót a választóknak. Jó, akkor a másik kérdésem az, amit elkezdtem fölteni, de jobb is, hogy így félbeszakítottam, mert hogy ha letalántán úgy alakul a helyzet, hogy a hatos fogat jelöltje fut be az országgyűlési választáson. Akkor átalakul határozottan csak és kizárólag Zuglóra koncentráló politikusnak? Tehát, hogy akkor készül mondjuk a 2024-es önkormányzati választásra? Ez csak egy jövőkép. Ez egy nagyon elméleti kérdés, ezen megmondom őszintén, hogy nem gondolkodtunk. Tehát ugye nagyon-nagyon sok fog múlni a párt választási eredményén. Mi szilárdan hiszünk benne, hogy egy baloldali frakciót fogunk tudni alakítani. Ugye ez 5%-ot jelent, ez nagyjából 300.000 szavazatra van szükségünk országosan, és ennek fényében fog szerintem mindenki a párton belül elgondolkodni a jövőn. Hogyan próbálják kezelni? Én azt szoktam mondani, hogy ugye ilyen buborékokban élünk, véleménybuborékokban élnek az emberek, ami ugye azt jelenti, hogy csak és kizárólag egyfajta körből tájékozódnak. Tehát hogyan tudják azt kezelni, amikor azt fogják mondani, teszem azt az ISZOM jelöltjeire, hogy hát ők azok, akik a Fidesz szekerét tolják.
Mert ugye nyilvánvalóan ez is benne van a pakliban, hiszen nem vesznek részt az ellenzéki összefogásban. De hát gyakorlatilag ugye mindenki a Fidesz szekerét tolja akkor, aki nem a hatos fogad, hát ez mégse így van, vannak önálló entitások, értelmiségek az országban, akik azt mondják ugyanúgy, mint mi, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy egy Jakab Péter vagy volt nácikkal, jelenlegi nácikkal kell leváltani ezt a kormányt. Hát bármit lehet ránk mondani, szerintem aki elolvassa a programunkat, ami az igen szocializmus nevet viseli, az világosan látja. És illetve miért tolnánk mi a Fidesz szekerét? Ha úgy alakulna, nagyon szeretnénk, hogy mondjuk rajtunk múlik a kétharmada, hatos fogadtal együtt, akkor hajrá, csináljuk meg együtt, változtassuk meg együtt ezt az országot. Lehet. De ez természetesen csak az én véleményem, ez még nem a párthivatalos álláspontja. Egyértelmű. Lehet-e kampányolni 2021-ben a szocializmus szóval? Hát hogyne, csak is azzal lehet kampányolni. Jó, akkor mennyire képes ez, hogy mondjam, az emberek fejébe benn maradni, és nem úgy értelmezzék, hogy belemenjen ilyen alpári kommunistázásban. Világos. Ezt elmúlt 40 évben, amitől... Szeretném kettő részre venni. Tehát volt a 95-i rendszer, ami nem volt szocializmus, hanem mondjuk egy államkapitalizmusnak lehet nevezni, viszont ugyanakkor a magyar társadalomnak legpolgáribb időszaka volt, a legfelemelkedőbb időszaka, az olcsó könyvek, a színház, a lakásépítés, a létbiztonság, a munkahelyhez való jog. Tehát ez a 60-tól 80-ig, ez a legpolgáribb korszaka volt Magyarországnak. Ezt nem csak én mondom, hanem Tamás Gáspár Miklós is számtalanszor leírta. Tehát egyrészt azokat az elemeket nem kell megtagadni. Másrészt 2016-ban egy Bernie Sanders nevű csávó, vagy hát nagyapám lehetne, berobbant egy olyan mondattal, hogy demokratikus szocializmust akar az Amerikai Egyesült Államokban. Ahol ezért ugye... sokan szívinfarktust kaptak. Szívinfarktust kaptak, de néhány millió szavazatot azért elhozott az előválasztáson. Tehát nézzük meg, hogy a szocializmus az nem északkorát jelenti, a szocializmus nem volt, hanem reméljük, hogy lesz. Társadalmi jólétet, társadalmi mobilitást, létbiztonságot úgy szoktuk megfogalmazni három mondatban, hogy munkát, otthont, itthon. Ez a mi szocialista jelszavunk. Értettem. Mit gondol arról, hogy egyedre függetlenítsük a Jobbiktól, hogy az ellenzéki összefogást a kormánypártok baloldalinak nevezik? Hát ez mondjuk szerintem egy világbotrány. Tehát múltkor is beszélgettem a hatos fogadtagjénál, tehát gyakorlatilag ott a párbeszéd, és talán az MSZP még nevébe hordozza ugye a szocialista szót. De azon kívül, hogy miért nem kérik ki maguknak a baloldali jelzőt, magam sem értem. Tehát a DK egy full neoliberális párt, ugye a Momentum is gyakorlatilag az abban a frakcióban is ülnek az Európai Parlamentben. A Jobbikot tényleg hagyjuk. Utána szeretném rákérdezni. Az LMP-ről nem tudom, hogy micsoda, de szerintem egy pár év ők se tudják már magukról, hogy micsoda. Az MSZP pedig gyakorlatilag szintén egy olyan mérési hiba határon belül van, mint az iszom gyakorlatilag százalékban, ez a 2-3%-ra mérik. A Jobbik kapcsán kérdezem, hogy nem, természetesen nem ideológiailag elsősorban, de ideológiaig is lehet persze rá válaszolni, hogy a Jobbik bevétele ebbe az összefogásba, az nem egy politikai szükségszerűség? Minden bizonnyal különben nem csinálták volna meg, csak hát tényleg egy félfasiszta kormányt, vagy egy fasiszta kormányt leváltani egy másik félfasisztára, szóval annak nem látom, hogy mi az értelme. Tehát ez csak egy hatalom megszerzésére törekedő hatos fogat, vagy van mögötte valami ideológiai elvi elképzelés? Mi ugye tavaly ősszel az időközi választáson Borsodban indultunk ugye az Empléni körzetben, ahol egy nagyon kellemetlen és vállalhatatlan jelöltet indított a hatos fogat, nem is akarom fölhozni a dolgait, mindenki ismeri. Nem értem, hogy ez miért jó, kinek jó, és hogy szükséges-e ez a kormányváltáshoz, vagy lehet-e mondjuk máshogy is kormányt váltani. És lehet valahogy tényleg csak egy elméleti kérdés, hogy lehet-e valaha is egyáltalán a Jobbik egy elfogadható párt? Hát nem együttműködők, nem egy, csak úgy egyáltalán, hogy nem valamennyire, hogy mondjam, európaibb jellegű. Hát számunkra nem, de soha. Számomra is semmiképpen, soha. Tehát nem. Ez nem. Tehát vannak olyan határok, ami alá nem megyünk, vagy nem lépünk túl.
És akkor azt gondolja, hogy ugye ez az ellenzéki összefogásnak az egyik legnagyobb hibája. Én ezt így tartom, így van, illetve azt, hogy még a mai napig is, vagy nyilvánosságra hoztak 10 pontot, abból első az úgynevezett baloldali pártoknál a jogbiztonság, vagy valami, és nem a létbiztonságról beszélnek, az valahol a 10. pont környékén volt, hogy a szociális válságot föl kell számolni, illetve ez a mi mondásunk inkább. Tehát úgy látom, hogy hiába nevezik őket baloldaliaknak, ez nem egy baloldali koalíció sajnos, vagy szerencsénkre. Szeretném megtudni, hogy lehet-e már arról valamit sejteni, tudni, hogy lesznek-e még olyan meglepetések az ISZOM jelöltjei között, akikre ugye az emberek fölfigyelnek, és azt mondják, hogy opa, ő is ide áll be. Tehát, hogy vannak-e még ilyen meglepetés nevek a tarsolyban? Vannak, és ugye azok azért meglepetés nevek, mert még nem jelentjük be. Az ember próbálkozik. Májusban lesz a következő várható, következő jelöltjeink bejelentése, várható májusban fog megtörténni. De gondolom, hogy Pál Évára gondolt elsősorban, hogy Persze. Ő nagyon megnyerő volt, itt volt, és egy fantasztikus személyiség. Nagyon helyes ember, tehát engem teljesen elvarázsolt. Hát ha ott lakik, akkor szavazzon rá. Nem ott lakom, nem Csepelen lakom. Jó, hát kíváncsi leszek, hogy a nevekre még, és hogyha lesznek még meglepetés nevek, akkor azért nagyon szeretném, hogyha eljönne, vagy a pártja valaki, ha nem ön, akkor valaki más, de eljönne, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy nem csak én, hanem gondolom a nézők is, hogy az ISZOM milyen meglepetéssel áll elő, mert szerintem most kell a magyar politikában egy kicsit. Hát köszönjük a meghívást, és önök lesznek az elsők, akikhez el fogunk jönni. Élünk vele. Köszönöm szépen.